Vadászok töltötték meg a dombóvári szigeterdőt, itt tartották ugyanis a Tolna vármegyei vadásznapot. Az egésznapos rendezvényre a megye számos pontjáról érkeztek vadásztársaságok. A mai rendezvény Dombóváron egy Tolna vármegyei vadásznapról fog szólni, de természetesen nem csak a vadászokat, hanem minden más érdeklődőt nagy szeretettel várunk, fogadunk és vendégül látunk. Dombóváron az én számításaim szerint már negyedszer vagyunk ebben a csodálatos környezetben, és reméljük most sem hazudtolja meg magát. Az éves vadásznapon, amely fontos szerepet játszik a vadászok életében, több eseményre is sort kerítenek. A szakmának, a hobbinak lehet így mondani, egy ünnepe, egy ünnepnapja, ilyenkor szoktuk ugye a vadgazdálkodás vadászatban jeleskedő kollégáinkat kitüntetéssel elismerni, és egyben egy olyan jellegű ünnepnap, amivel próbáljuk ugye a nem vadászokat is megközelíteni. Tehát erről is szó lesz. Nem csak a Dombóvár közeli vadásztársaságok örültek a helyválasztásnak, Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere is elmondta, örömmel segítkeztek a vármegyei szintű esemény megszervezésében. A pillanat, hogy mai napon 2018 után újból 2023-ban Dombováron tartjuk a megyei vadásznapot, hiszen mondhatom, hogy tartjuk, és a Dombóvár Városi Önkormányzat a szervezésben és az eszközökben nagy részben kivette a részét, hogy ma egy sikeres rendezvényen lehessünk túl. A szervezők különféle programokkal készültek, hogy akár még a nem vadászó érdeklődők is megtalálják a számukra megfelelőt, amellyel bepillantást nyerhetnek a vadászat rejtelmeibe. Lesznek kötött színpadi programok, úgymond. Nyilván az elején egy protokollális része, megnyitó beszédek, Hubertus mise, kitüntetések átadása, új vadászok fogadalomtétele, ezek színpadhoz kötöttek, illetve utána a különböző résztvevő települések, néptánccsoport, egyéb más szórakoztató elemei, de a színpad mellett futó események is lesznek, gyermekek szórakoztatására különböző, a légvártól az ügyességi játékokig, a focipályán légpuskalövészet, de lesznek olyan jellegű szakmai programok is, ami nem színpadhoz kötött, például vadászkutya bemutató, és egyéb más ilyennel próbálunk itt este 6-ig eltölteni az időt. A vármegyei vadásztársaságok közül a Dombóvár közeli társulatok is szép számban érkeztek a rendezvényre. A mai vadásznapon a gazdavadásztársaság tagjaként veszek részt ezen az eseményen. Mindenképpen egy nagyon jó dolognak tartom, hiszen itt a környékbeli vadásztársaságok és a vadászok egymással meg tudják beszélni vadászélményeiket, tapasztalatokat, miközben a bográcsban pedig egy nagyon finom pörkölt készül. A látogatók különféle ételspecialitásokat is megkóstolhattak. Én a Kocsolai Dán vadásztársaság elnöke vagyok. Mi három étellel készülünk, az egyik az egy vad lecsó lesz, a másik az vad ragú, a harmadik az meg dán pörkölttel készülünk, így a vadásztársaságnak, a társaknak, a vadászoknak, barátoknak, ismerősöknek, meg mindenkinek, de ahogy látom, nagyon szépen összejöttünk, és nagyon örülök annak, hogy ismét itt a Békeparkba rendezésre került. A helyszín mellett az időjárás is kedvezett a vadászoknak, akik így zavartalanul oszthatták meg egymással élményeiket a programok mellett.